Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol a Pennywise-os smink után egy újabb különlegességet hoztam nektek, viszont ez egy újfajta videó lesz, nyilván arcfestésről van szó, tekintve, hogy ez lesz az utolsó Halloween-es arcfestés, viszont soha nem csináltam még ilyet, teljesen új lesz nekem is, ugyanis a mai napon egy illúziót szeretnénk felfesteni az arcomra. Rengeteget nézegettem, hogy miért is kellene, és tekintve, hogy nem csináltam még soha, itt van az inspiráció, amit megpróbálok újraalkotni. Több problémába is ütközünk egyébként, többek közt a háttér, de mindegy, megpróbálom megoldani. Annyit még szeretnék elmondani, mielőtt belekezdenénk a sminkbe, hogy nagyon-nagyon köszönöm szépen azt a rengeteg pozitív visszajelzést, amit a tegnapi videó után kaptam. Sejtettem, hogy szeretni fogjátok, viszont hogy ennyire imádni fogjátok, és ennyire pozitív lesz mindenkinek a visszajelzése, és hogy tényleg ennyien egyáltalán visszajeleztek, nagyon jól esik, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy ez is fog nektek tetszeni. Egy az, hogy megpróbálok, kettő meg, hogy valószínű, hogy nem is fogok tudni olyan sokat beszélni, ami nem biztos, hogy egy rossz dolog, viszont mivel még soha nem csináltam ilyet, nagyon fogok koncentrálni, ugyanis szeretném, hogyha jól sikerülne, de nagyjából megpróbálom elmondani a dolgokat azért. Szerintem nem szerettem volna mást mondani, gyertek közelebb és kezdjünk is bele. Ha látjátok a pirosat a hajamba, akkor igen, az még tegnapról maradt meg. Hajat most még nem volt időm, de valamikor ezt is bepótoljuk. Első lépésként le kell alapoznom az arcom, és el kell készítenem végül is magát a sminket, úgyhogy tegyük is ezt, Essence Fresh & Fit alapozót fogom használni. Korrektornak Essence Camouflage Concealert fogom használni. Szemem alatt az Essence Brighten Up-pal fogok fixálni. Az arcom többi részén pedig azzal a Crayolanos púderrel, amit tegnap is használtam. Ezután jöhetnek a szemöldökeim, amihez a Benefit Precisely My Brow ceruzát fogom használni. És most jön az a rész, amikor meg kellene csinálni a szemsminkemet. Legyen rózsaszín, úgy döntöttem. Most koncentrálnunk kell. Gyorsan felvázolom a másik oldalra is, utána jövök vissza. Maga a kis forma fel van rajzolva, úgyhogy jöhet a szín, ami nem lesz más, mint ez a pink a James Charles palettából. Bebiztosítottam a terepet, hogyha lepotyog, akkor ne roncsa el a sminkemet, de ami miatt nagyon szép lesz a színe, egy az, hogy több pigmentelt, kettő, meg a szemceruza, amit felraktam, nagyon-nagyon jó alapot fog neki adni, és van mire tapadnia, úgyhogy gyönyörűen fog kinézni. Amúgy vagány jól néz ki. Most felteszek egy kevés bronzert és egy kevés pirosítót. És még mielőtt tovább lépnék az arc részre, fekete ceruzával ki fogom húzni a vízvonalmat. Eddig egy kicsit úgy nézek ki, mint egy teeny ninja technics. És akkor most jöhet az igazán izgi rész, ami nem lesz más, mint hogy ki kell jelölni, hogy hol fog húzódni az arcom. Ha jól látom, akkor ide egy nagyon picit kintebb, mint a közepe az arcomnak.
egészen, természetesen ez is bele fog majd menni a hajamba, úgyhogy nem is baj, hogy nem mostam hajat, és innen pedig hagyhattam volna kisebb részt is fent, ugyanis nekem elég kicsi a homlokom ahhoz képest. Emlékeztek, amikor a suliban, ha lesni próbáltatok a pattársatokról, akkor minden tanár biztosan azt mondta, hogy szemtengely ferdülésed lesz. Na most nekem tényleg az lesz. És a következő szín, amit használnom kellene, az valami olyasmi szín kellene, hogy legyen, mint a fal. Ugyanis oda szeretnék elbújni, hogy legyen piros. De milyen piros elé bújjak? Az van, hogy nincsen színes papír hátterem, úgyhogy azzal kell dolgozni, ami van, ami egy krémszínű fal, úgyhogy megkeresem azt a színt, ami a legközelebb áll hozzá igazából bármelyik palettámból, és valószínű, hogy azt fogjuk választani, amihez viszont ugyanazt a fehéret fogom használni, amit tegnap használtam Pennywise-hoz, viszont ma egy ecsettel fogom felkenni, és alapvetően nem is olyan fontos, hogy fehér legyen szerintem, csak egy kis tapadásra lesz szükségem. És az, hogy itt igazából hogy is van megoldva a dolog, az annyira nem is érdekes, mert az már nem fog látszódni. Elég furán néz ki eddig, ugye? Remélem amúgy ez a nyomorgott festék nem fogja tényleg befogni a hajam, mert akkor viszont nagyon mérges leszek. Úristen, ez eszembe se jutott. Most, hogy a hajam megvan igazából, akkor már az arcomat is befesthetnénk. Legalább túl lennénk rajta, és látnánk, hogy alakul-e a dolog, vagy sem. Nem bánnám, hogyha egy kis, nem tudom, haladást látnék. Jó lesz ez. Most megnyugodtam. Ha minden igaz, akkor megtaláltam azt a két szint, aminek a mixéből jóra meg tudnám csinálni ezt az oldalt. Először szerintem elkezdem felütögetni ezt a rózsaszint. És akkor most jött egy kis szürkés, barnás valami. Most éppen szint mixelek egyébként, és végig azon gondolkozom, hogy megéri ennyit harakodni vele, vagy fogjak gyorsan valami más szint, és csináljam azzal. Lehet, hogy hülyeség, de pirossal fogom megcsinálni. Nyerővel amúgy csinálhattam volna rendesen rózsaszínnel a külső részt, és kékre a szememet, de mindig. Na jó, most láttátok, hogy mit művelek. Itt hagylak egy kicsit titeket, befejezem azt a pár réteget, amire szüksége lesz a fejemnek, és jövök vissza, és utána folytatjuk. 2 hours later. Lehet, hogy jelenleg elég hülyén nézek ki, de higgyetek nekem, alakul a dolog. Most jött el az a rész, amikor ki kellene kontúroznom ezt az egész fekete dolgot, úgyhogy neki is kezdek. Ezt a részt nem láttátok, ahogy megcsináltam, erre szükségünk lesz a végleges képnél igazából, úgyhogy azt kamerán kívül megcsináltam, ugyanaz a piros, ami egyébként a fejemen is van. Kezdjük a kontúrt.
Hát így nézek ki jelenleg. Nincs már sok lépés hátra. Fel kell tennünk egy rúst mindenképpen, és fel kell tennünk ezt a csodaszép pillát, és ezen kívül egy nagyon kicsit szeretném még kontúrozni az orrom, illetve egy kevés fixálót szeretnék tenni a szemöldökömre. Így azért egy kicsit jobban néz ki. Jöhet a szempillaspirál. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy pillával hogy fog kinézni, úgyhogy tegyük is fel. Fent vannak a pillák, esküszöm, hogy már is jobban tetszik. Utolsó lépésként egy nagyon-nagyon natur rúst, vagyis szájceruzát szeretnék feltenni. Essence, ez egy essences ceruza, talán 11 lehet a száma, fogalmam nincs, ezt fogom feltenni. És egy pindurkandúros szájfényt, Big Hearted, ez a Spussedly, ugye? Vagy csukorka, tök mindegy, a szőke. Nagyon szép lett. Hivatalosan elkészült az arcfestés, viszont nyilván így nem láttok belőle semmit, úgyhogy most arrébb vonulok egy kicsit, megpróbálom befotózni, és az elkészült képet itt megmutatom nektek, vagy ha tudok, akkor valami jó kis videót is felveszek nektek a háttérrel, úgyhogy menjünk és csináljuk meg a képeket. Írjátok meg a kommentbe, hogy szerintetek sikerült-e jól hozni az optikai illúziót, vagy van még mit rajta gyakorolnom. Ezzel a videóval a végére értünk a halloweeni arcfestéseknek, viszont holnap érkezek még nektek egy kicsit különlegesebb videóval. Olyan még soha nem volt a csatornámon, úgyhogy remélem, hogy várjátok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőinkat, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban, megtaláljátok az arcfestésekről a képeket is. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!